Jó, még az a bicikli út, tehát majd a járdán. De errefele lesz majd. Ugye itt ágad a kiát most. Akkor ugye a Vizafogóról így röviden, tehát ez egy olyan iparvágány volt, még régebben, ez még a nem is a múlt században, hanem még az 1800-as években építették, ilyen második felébe. Hogy egyrészt ugye itt a Váci útmenti gyárak kiszolgálására is, de akkor még egészen a belvárosig, egészen a Markó utcáig kiépült a vágány, ott különböző malmokat, meg közraktárakat, meg ki tudja még mit szolgált ki. Aztán utána azt a Markó utcai szakaszra gyorsan feladták, 120-as járat jár még errefele, hogy azzal is jöttem volna. De itt annyira nem ismerem itt a buszjáratokat, hogy melyik merre járkál. De végül is a legtovább üzemben a Vizafogó pályaudvarig tartó szakasz maradt, azt ugye még az 50-es, 60-as, sőt 70-es években is használták nagyon intenzíven a Váci úti gyáraknak a kiszolgálására, és a Vizafogó pályaudvaron tárolták a teherkocsikat, addig épült meg. Végig ugye addig meghagyták, mert ugye a Markó utca szakaszot már korábban felszedték, mikor beépült az a városrész. Az még szerintem bőven az 50-es évek előtt felszedték. És hát ugye később is, ugye amikor a rendszerváltás után szűntek meg ezek a gyárak, amik ott a Váci úton voltak, akkor is még azért egy darabig ilyen vagontárolásra használták ezt a vonalszakaszt. És végig meg volt a töltését, meg a sinek is végig meg voltak és használták, tehát erre, hogy ugye oda elfér, és akkor amiért nem kellett vagon, meg mozdulni, meg ilyesmi, azt kitolták oda, aztán ott elban, majd ha kell, akkor visszahozzák. Csak ugye később, mikor megépült a Tesco, de azt meg fogom mutatni, akkor az egy része a Tesco-nak a töltésre épült. És akkor bontották ott meg a töltést, és szedték fel a sineket. De egyébként ugye tovább a gazda megmaradt, aztán ugye felépült a Dunapláza, akkor még ott eltűnt egy-két épület, meg ugye bármilyen a Dunapláza mögött, még szerintem most is megvannak a sinek. Majd meg fogom nézni, mert vagy 4 éve jártam arra utoljára, és akkor az nyáron volt, és akkor vastagon benőtte már a gazd meg a susnyás. És egyszerűen nem lehetett, mert ez a nagyon szúró sakász volt ott. Úgyhogy végül nem tudtam nagyon végig menni rajta, de egyébként tárgyi emlékei a vonalnak még vannak. És egy-két helyen nyomorban még a sinek is megvannak. Meg ugye megvan, de azt poént nem lőm előre, de még egyéb emlékei is megvannak, ami úgy néz ki, hogy meg is fog maradni. Úgyhogy egyenlőre haladunk előre, és majd hogyha megtaláltam a kiágazást, akkor majd visszakapcsolom a kamerát. Na, megérkeztünk ide az útátjáróhoz. Hát az még nem az a kiágazás volt, hanem lehet, hogy a lakodóból mégis egy csonkát meghagytak. Ja, több mint valószínű. Akkor azt azért hagyták ott, és ugye ez az átjáró is azért fel lett újítva a vasút felújítás miatt, mert régebben ez nem volt ilyen gumielemes, ilyen esréles, hanem sima betonos volt. És sorompó se volt, mint látjátok, most van, meg egy dupla fénysorompó is, hanem rendesen ugye. Úgy emlékszem, hogy csak egy-egy fénysorompó volt mindkét oldalon, és ennyi. És egyébként benne áll egy dezíró. Úgyhogy valószínűleg mindjárt vonatot is fogunk látni. Nézd, hogy erre, és arrafele volt a kiágazás, de szerintem akkor azt nem építették vissza. Ami egyébként logikus is, nem is azért mondom, hogy ez baj lenne. De például itt látszik, itt az újpesti erőműnek, vagy angyalföldi, az vagy újpesti, azt nem tudom, de annak kiépítették, mert ez még üzemel, és azért ide még néha hossza szoktak vonattal hozni dolgokat. Tehát ezt még kiszolgálják. Valószínűleg már annyira nem széntüzelésű, inkább gáztüzelésűként működik, de működik ez az erőmű. Ugye ez a sok villanypózna, amit itt láttok, ez arrafele is megy, ott is van egy a tábla mögött. Ez így a budapesti 120 kV-os körgyűrűnek a része. De ezt már nagyon régen kiépítették, még a múlt század elején valamikor. És ugye ott van egy régi váltóállító torony, na ez viszont már biztos, hogy nem üzemel. Ezt csak azért hagyták meg, mert nem volt útba. Ott van. Hát ezt szerintem csak azért nem bontották le, mert nem volt útba. De hogy ide nem tudok bemenni, az is biztos. Hoppá. És jön itt az író. Na ez volt a késett. Ja, de csak kisztűnő. Dupla. Dupla dezíró. Régebben itt is volt egy iparvágány, ez látszik, tehát ez pont úgy néz ki, mint egy iparvágány kapu. De hát nyilván ezt már nem használják nagyon régóta, nem is nagyon lehet ide belátni, hogy van itt. De azért oka van ennek, hogy ide nem építették vissza a vágánykapcsolatot. A síreket már itt nem fogunk találni szerintem. Mert ugye az valószínűleg felújításkor felszedték, meg ugye itt építették az oszlopokat, nagyobb lett az űrszelvény, maximum itt az útban lehet még benne, de szerintem már innen is kiszedték. Vagy nem is kiszedték, de ráaszfaltoztak. Tehát, hogy itt... Sőt, szerintem ezt még régebben felszedték, mikor még... Ugye arról volt szó, hogy a Tesco miatt megbontották a töltést. Szóval mindjárt átmegyünk a túloldalról, jobban nézzük, mondjuk most, mert most pont nem jön semmi. Úgyhogy ezt a ritka alkalmat ki kell használni. És ugye egyébként maga a vizafogói vonal az itt jött. Most pont rajta sétálok a töltésen. Igazából szél is van kurva nagy, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire fogtok hallani így a szélzaj mennyire kavar be. De a múltkori videóban is, mondjuk akkor nem volt ekkora szél, de nem volt zavaró akkor, tehát reméljük, hogy azért ez a kamera ez ilyen szempontból azért jó lesz, hogy nem szedi föl nagyon a szélzajt. Arra még nem találtam ki semmilyen megoldást, de hogy tudtok valamit, akkor mondjátok el nyugodtan, hogy a szélzaj ellen mit lehet tenni. Ja, igen, itt egyébként a háttérben még a villamosok hangja is hallatszik. Ahogy gyorsítanak ki a tátrák itt az új megállóból. Őket innen jöttünk. És rajták a töltésen, és egyébként igen, itt ide épült a Tesco, de majd előre megyek, megmutatom, hogy miatta lett megbontva, és szerintem már akkor felszedték itt a sineket. Egyébként már akkor sem volt használva, nem a Tesco miatt szűnt meg ez a vonal. Hanem már igazából akkor sem használták semmire. És a Duna Plaza, hogy a Tesco volt a hamarabb, ezt most így hirtelen nem tudom. De azért vannak még látható nyomai, ezeket majd később meg is fogom mutatni. Itt vagyunk most a Tesco-nak a mondatírt a bekötő útjánál. Úgyhogy itt jött egyébként a vágány, hogy itt nyílegyenesen eddig, és itt eddig. Tehát itt amikor épült a Tesco, akkor ez az út akkor épült, de ezek a lakóházak ezek később épültek. Ez a lakópark akkor nem volt itt, az azóta épült ide. És itt ment végig, ahol most itt ezt az utat látjátok, itt ment. Akkor helyzet, hogy kurvára föltámadtasz, és olyan orkán erejű szél van, hogy egyszer nem győzök már. Itt a kamerát éppen nem tépi ki a kezemből. És igen, mutatom, hogy... Ja, tehát az a felüljáró ott a háttérben, az a vasúté volt. És valami itt az elejét meg is újították, tehát igen, maga a felüljáró teljesen lerobbant, viszont itt ezt az egy részét, gondolom, ez az irodaház, lakóház, akármi van itt, azt csinálta, de a legutóbb itt jártam, még ez sem volt itt, tehát ez most lett felújítva. És hogy ezt miért tették ide, az már megint nagyon jó kérdés, de az itt van maga a felüljáró, itt jött át a Váci út fölött a vágány. Másik oldal szerintem még járható is. És ezt, az idomot, ezt úgy építették hozzá. Hát ezt igazából meg nem mondom, hogy miért, meg itt még előtte parkosítottak is, tehát lehet, még az is lehet, hogy valami tervük van vele. Bár még nem úgy néz ki itt az épület sem, mint hogyha hozzákötés vagy ilyesmi lehetne, mert hát ugye sok értelme nem is lenne, mert a túloldalt is semmi vezet. Úgyhogy hát ez számomra rejtély, de mondom, hogy kb. 4 éve ez még biztos, hogy nem volt itt. Mindegy, menjünk át, aztán majd folytatom. Egyébként fontos, hogy állnak a metrókútnak buszok, és akkor mutatok még egy érdekességet. Az a két ilyen cső ott szembe, az a metrónak az előzője. Itt vagy ugye a 3-as metró alattunk, most vagyunk itt Újpest városkapu állomás közelében, a Gyöngyösi utca meg Újpest városkapu között, és itt az út alatt megy a metró. Hát mondjuk most éppen nem, mert ugye ezen a részen éppen vágányzár van és felújítás, de egyébként a metróalagút út itt van alattunk, és az volt az egyik szellőzője. Stb. Hát a satöbbit azt mindjárt fogom mutatni egyébként itt. Van itt egy graffiti fal is. Itt járnak a Váci úton az M3-as metrópótlók is. És ugye ez maga a metrónak a szellőzője. Felültük be ezt a felüljáró, amivel beszéltem, és ott megy egy metrópótló, most meg is tudom mutatni. PDB 727, az egy új Mercedes konnektó. Tehát főleg ezeket az új buszokat vetették be metrópótlásra. Ilyen Cinkotától is vittek el, meg Kelenföldtől is, meg... Na, és akkor helyettük járnak a kevésbé jobbak. Még az sem biztos, hogy kevésbé van, és a kevésbé újabbak máshol. Hát itt van maga a vasúti töltés, hát ja, itt kerítéssel le van zárva, ez nem jó. De valahogy biztos, hogy fel lehet ide menni, és akkor felüljáról ezt megpróbált feljutni. Hát itt van maga a felüljáró. Ennyi maradt belőle, de régebben itt ment át a vasút. És itt még látszik, még egy-két tolfa megmaradt. Sőt, elvileg le van zárva, de gyakorlatilag meg mégse, úgyhogy ide most bejövünk. És itt is sineket felszedték, de a talpákat meghagyták. Tehát eddig egész jók vagyunk. Jövünk. És nézzek itt a lábmelés, mert vannak olyan hidak, ahol a közepén nincsen betonelem meg semmi, csak a talpán, amikor lehet lépkedni. Úgyhogy óvatosan kell itt jönni. De itt minden rendben van. Megvannak a talpák, jövünk. Sőt, még a bagikövek, és ezek a bazaltkövek is megvannak, amit szállnak, és itt ezt a részt építették hozzá. De egy gyalogjárda is volt mindkét oldalt a felüljárón, azt azért vasúti felüljárót már is szokás csinálni. Ilyen pályafeltartóban közöbbik sem tudják rajta menni. És igen, egy fényképet is innen. Másik oldalról is. Valószínűleg a töltés mellett tudok csak haladni. Ja, arra emlékszem még régebben, amikor itt megpróbáltam végig menni, hogy teljesen benőtte a gaz. És így esélytelen volt. Na, itt vagyunk közben megint a töltés mellett, és itt régen volt egy út valószínűleg, és annak volt itt egy aluljárója. Meg el is volt a vágány kerítve, csak itt meg van bontva, úgyhogy be lehet menni. Hát megpróbálok fölmászni a töltésre is valahol. Így. Egyébként ez itt egy hótüdes plac mellette, és ott már... Ez itt már a Duna, szerintem itt mellettünk. Igen, ez már a Duna. Akkor megpróbálok itt valahol fölmászni, és akkor majd fentről jelentkezem. Hát nagy nehezen, de sikerült ide feljönni. Azon a kidőlt fán próbáltanak fölmászni, és kurvára csúszik ez a moha vagy gyanta, vagy nem tudom, mi van rajta, de megkapaszkodva a többiben sikerült ide följönni. Reméljük, hogy nem hiába. Itt van egy talfa, ennyi biztos, hogy maradt, és meg elnézni még kicsit erre. Itt is a talfákat itt hagyták. Valószínűleg túl macerás volt felszedni, vagy lehet, hogy ez nem is hivatalos bontás volt. És a sineket ellopták, mert a vasnak nagy értéke van. Ezeknek a korhat fáknak meg valószínűleg már nem volt annyi. Vagy nem értem meg őket, nagyon túlságosan nagy munka volt kiszedni, és nem értem meg őket. Ezek már jó fél évszázadait rohadnak, és valószínűleg majd a fűtőértéke amúgy se sok van. Mindjárt keresünk itt alapfészeket. Ezzel viszont úgy látom, hogy egy 72-es szám van. Na. A Focus megtalálját ti is látjátok, az egy 72-es, tehát valószínűleg 1972-ben tették ide. Ugye, és ott van a sátoltápol. Most nem megyek közelebb, mert ki tudja, hogy vannak-e otthon is mennyire barátságosak, ha mégis. Bár én embert nem láttam, csak egy fekete macskát. De azért a kóbor macskákkal se átvigyázni. Látok feleim, hogy ez itt a töltés további része. Igaz, amikor legutóbb erre jártam, az nyáron volt, de most sokkal jobb a helyzet. De legalább a szúrósakác az nincs itt. Hát... nem tudom, mennyire járható a további része, nekem nem úgy tűnik, meg hogy... viszont a talpákat meghagyták. Szóval van itt egy árokszerűség. Itt valami, megpróbálok itt elmenni, szerintem itt már valaki elment. Gyere csak! Gyere csak! Vagy esetleg itt mellette el lehet menni. Ha más nem, akkor itt a Dunaparton lehet, de legalább a kilátás szép, hogyha nem takarná itt a gaz. Ez a sok... még a fókuszt is elcseszi, mert nem tudom, hogy lehetne a kamerának elmagyarázni, hogy ne erre a gazra fókuszáljon, hanem ami mögötte van, de mindegy, izé. Tehát most nem itt, megpróbáljuk itt lemászni. Ott van egy luk a kerítésen, ahol ki tudok menni. De szerintem inkább visszamegyek. Ezt nem kockáztatom, meg hogy itt lemászok, nem nagyon van mivel fogózkodni. Úgyhogy most szépen, meg ráadásul úgy, hogy a kezemben van a kamera, másikban meg a fényképező. De nem tudok mivel kapaszkodni, úgyhogy itt inkább visszajövök itt. És fölfelé sikerült, akkor csak fog menni lefelé is. Na mindegy, hogyha egy darabban leértem, akkor majd visszakapcsolom a kamerát és megmutatom, hogy mi a helyzet odalent. De addig is legalább egy kis tájképet tudok mutatni. Da. Dunapartot, szemben valami eladó. Mögöttünk a Dunapláza, de azt már mutattam. Úgyhogy igen, ennyi. Igen, onnan jöttem lefele azon a csúszószaron, és ezen a csúszószaron mászok most. És csak ebben a bajba tudok kapaszkodni itt mellettem. Mondom, hogy nem túl egyszerű a dolog. Hát most azt bocs, hogyha ilyen össze-vissza felvétel lesz, meg nem látszik rajta semmi, de most nem tudom a kamerát nézni, mert ott már lábam elé kell inkább, hogy ne zúgjak le, mondjuk oda, vagy esetleg oda. De sikerült leérni egybe, úgyhogy megmutathatom itt a többi részt is. Én majd megpróbálok itt elmenni erre, hát itt de csak kerítés mellett tudok, mert itt szintén nagy a gaz. Ugyanúgy itt lehetetlenség elmenni. De több helyen van luk a kerítésen, úgyhogy valahol majd bemegyek, ahol kicsit kisebb a gaz. Tenger. Ez amúgy így ránézésre valami átérnek tűnik. Úgyhogy meg legalább itt a töltést tudom követni. Hát mondjuk az a baj, hogy pont szembesít a nap. Nem tudom ebből mit láttok. De egyébként akkor most annyit még akkor, hogy elmondok így gyalogás közben, hogy ha jól emlékszem, mert még idén, meg tavaly is jártam erre, mert van bicikliút ott a Dunapláza után, hogy a Dunaplázát elhagyva még vannak sinek. Nem csak egy-két alfa, meg betonaj, hanem még egy-két sínszád is megmaradt. Tehát ott nagyon jól nyomon lehet követni, hogy merre ment a vasút. És még a Rákospatakon is megvan a régi hídja a vasútnak. Utána viszont már úgy emlékszem, hogy egy magánterület, de folytatni tovább nem lehet bemenni. Ott kerülni kell egy nagyot, de utána is lesznek még úgymond tárgyi bizonyítékok, hogy itt valahol vonat járt, meg vasút. Később meg egy még nagyobb, ami még ugye, és ami várhatóan sokáig fel fog maradni, de hát most hadd előjek már le minden point előre, akkor kinézné végig. Na itt van még egy ilyen gyalogos, aluljáró, stb. És itt van egy pózna is, ez ilyen betonvillany pózna, de ez szerintem ez nem a vasúthoz tartozott. Itt nem tudom mennyire lehet a töltésre fölmenni, majd megpróbálom, meg esetleg itt át lehet menni a túloldalra, de most nem fogok, mert biztos, hogy de talán itt be tudok menni. Jó. Aha, ott van egy luk a kerítésen, ott be lehet menni. Itt is érdekes ez az út, hogy ez mi lehetett, bár szerintem ez vasúthoz semmi köze hozzá, ez inkább egy ilyen kitaposott út lehetett. De valaki tárcánkázott volna a töltésen, nem tudom. Ott meg már úgyis valami elkerített részen, ahova nem mehetek, úgyhogy most muszáj lesz fölmenni a töltésre. Szerintem reméljük, itt már kevesebb a gaz. Feljöttem a töltésre. Hát, erre talán még van valami, de itt volt ez a régi híd. Itt biztos, hogy volt régebben egy út befele. De érdekes volna, a másik kitaposott az nem itt látszik, hanem viszont van itt, de itt szintén itt ilyen talpák jelzik csak a vasútnyomvonalát, meg ugye a töltés. Ez a poszolótjárás egyébként sem érdekes szerintem így másfél perc után, úgyhogy majd akkor kapcsolom vissza a kamerát, hogyha valami érdekeset is találok. Igen, jól látjátok, vagy jól tippeltem, ez itt egy ilyen tanpálya, tehát ilyen tanulóvezetőknek a rutinpályája. Ez, hát igazából mindegy, mert ezen se tudnék keresztül menni, de én megpróbálok tovább menni, és akkor ugye ezt ki kell kerülni, már nem tudok előbb lejönni a töltésre, csak ezt kérdezem. A másik oldalt meg egy ilyen elkerített rész van. A másik oldalt még le tudok menni, és akkor ott az úton tudok tovább menni. Hát nagyon nem működik ez a Bozót Express járat. Hoppá, és itt már betonaljak vannak. Véget ért a talpás részt, a kurvára csúszik ez a moha. És akkor itt már betonaljak vannak. Hát. Haladunk előre, és itt már az a baj, hogy itt már szúrósakász is van. Itt óvatosan lehet csak jönni, de ha más nem, akkor itt le fogok menni a túloldalt, és gyalogolok mellette. Egy kis helyzetjelentés, így a Dunapláza nagyjából elhagyása után, hogy erről jöttünk, és ez van előttünk. Így bizony, úgyhogy itt jön az, hogy itt megpróbálok lemászni a töltésen, és akkor itt nem marad más, mint hogy mellette menjek, mert ezen a Jumbo-on biztos, hogy nem tudok átmenni, hát nézzétek meg, hogy itt mi van. Ezen nem lehet átmenni, az hétszentség. Úgyhogy most itt megpróbálok itt lemászni. Aztán meglátjuk, hogy meddig, hogyha kicsit kevésbé lesz gazos, akkor visszajövök a töltésre. Na, kicsivel arrébb mégiscsak visszamásztam a töltésre, csak azon nagy gaz kerültem el. És itt ugye szintén ugye sineket azóta se láttam, azokat szinte biztos, hogy itt egyben felszették a sineket. Akár hivatalos, akár nem hivatalos bontás volt. Viszont itt már ugye betonaljak vannak, nem talpák, és a talpák megmaradtak. Úgyhogy nagyon nyomtatom errefele is, hogy mi a helyzet. Ugye innen arról jöttünk vissza. Arrafele van Újpest. Hát már igaz, hogy minden van itt. És hát ugye Dunaplázát nemrég hagytuk el. De majd itt mindjárt lesz egy, most itt van ez a Blue Cube nevű helyiség, vagy nem tudom mi az, de meg itt van mellettünk a rutinpálya, azt még azért látom, és arrafele van a Duna, úgy, hoppá, itt már kutya is van, de szerintem az a telephelyen belül, úgyhogy nem gáz, de lehet, hogy itt sokáig töltésmászás sem lesz. Jó, hát ameddig nem lukas a kerítés, addig tök mindegy, meg hogyha nem a kerítés egy oldalán vagyunk az ebben, akkor felőlem ugathat. Addig nópada. Úgyhogy menjünk csak szépen tovább és nézzünk körbe. Na jó. Átmegyünk ezen a Jumbo-on, aztán majd jelentkezek újra. Egy tévét esetleg. Itt van egy pár. Néhány Samsung márkájú tévét, annak nincs meg a képcsövese. Ott van még egy tévé, egy cipő, egy válfa. Ott valaki szalonnát sütött. Ez egy tipikus szemétlerakóhely. Meg valaki nagyon nem szereti a Samsung tévéket. De van ott egy Orion is. Nem már, hogy ennek még megvan a képcsöve? Aha. Hát persze, a képcsövet nem merték széttörni, ez régi Orion, azt szerintem még az még a robbanó képcsöves. Érdekes lenne kipróbálni, hogy egy ilyen képcsövet majd még messziről légpisztolyra belelőni, hogy mi történne. Hát most nem fogom összetörni, nem merem kipróbálni, hogy robban-e vagy nem. Na, ennek összetörték a képcsövét. És itt vége a rutinpályának, most itt még autók is mennek. Viszont itt legalább járható a terep. De ha mégse, akkor legalább itt van egy frankófasz a lejáró, ahol le is tudok menni. Úgyhogy egyébként megyünk tovább, de mint látjátok itt még ugye hol talpák, hol betonaljak, de azért itt ennyi megmaradt a vasútból. Tehát látszik, hogy jó irányba megyek. Hát, kökénybokol, is van. Na, sikerült a susnyáson átverekedni. És itt van a vége, és itt már látszik, hogy itt már sinek is vannak, csak valami idióta felhúzott ide egy kerítést, nem biztos, hogy át tudok menni, úgyhogy vissza kell menni valahova kerülni. Aj, basszátok meg! Aj, de talán ott ki tudok mászni. Melyik ütődött húzza ide ezt a kerítést, azt nem tudom, mert legutóbb, mikor erre jártam, még ez nem volt itt. Jaj, ez itt egy parkoló is közben. Hát, ha nem tudok itt kimászni, akkor kerülni kell. Ó, hogy inkább nem mondok semmit, hanem kamera eltesz és mászás jön. Nézzétek itt tovább, de a sineket csak az átjáróba hagyták benne, errefele már nincsen, és így nem is lehet bemenni. Úgyhogy itt mellette fogok menni. Ugye ennyi vágány maradt meg, így az átjáróból nem szedték ki a sineket. Ezt meghagyták, de ennyi maradt. És ez itt azt hiszem a Dunaplázának még a parkója lehet. Hát mindegy, majd megyünk itt a kerítés mellett tovább. Ki ezt a lezárdást ezt nagyon komolyan gondolta, mert még ahol ilyen lukok voltak a betonkerítésen, ott is ilyen ráccsal benyomta. Tehát nehogy ide valaki bemenjen. Tehát lehet, hogy ezt valaki megvette. És ugye valami terve van vele, akkor viszont valószínűleg, hogyha vannak itt még talpák, vagy ilyesmi, még annak a maradékát is fel fogják szedni. A Dunaplázát azt is elhagytuk, és itt tényleg volt egy kis tervrendezés, mert emlékszem, hogy valami épület talán itt is volt még régebben, és a sinek is ugye itt jöttek, és azokat is itt elintézték, de ott még látszik a régi mávos kerítés is, ugye ezek. Tehát én úgy emlékszem, hogy itt volt egy őrház, amit pálira bonthattak le, mert biztos volt egy épület. Én úgy emlékszem, hogy az 2013 környékén ezt még láttam. Ezt azóta bonthatták le, és szerintem ez itt még nem volt. Ez itt még nem épült ki, melyikként talán sinek itt jöttek. Tehát szerintem itt valahol. De ennek most már nyoma sincsen. Meg ide is valamit építenek. De lehet, hogy ennek lesz a folytatása. Mert valami itt is nagyon épül. Hát az jó kérdés, hogy micsoda. Nézzétek meg. Lehet, hogy egy újabb lakópark. Hát ezt nem tudom. Akkor viszont akkor még ott is egy kicsit arrafele majd még sétálunk, mert ott lesz majd még. Szerintem ott megvannak a sinek. Az ődés, de a városrendezési terv az itt is dolgozik, viszont itt megmaradt egy ilyen régi vasúti világításoszlop. Ez bizony a régi iparvágány maradványok, plusz ezek a betonaljak is, amiből a kerítést csinálták, de egyébként maga a vasút az itt jöhetett erre. Itt volt. Erre még emlékszem, itt még a sinek is megvoltak. Hát ha meglátjuk, azt szerintem majd inkább itt a kerítés mellett fog gyalogolni, és figyelem, hogy mit látok, de legalább a betonaljakat hasznosították. Hát igen, nem sok marad már ebből a vizafogói falnak emlékezeteket. Hát igen, ahogy itt az építkezések zajlanak, hogy egyre kevesebb. Ugye ez volt itt a régi gyártelep. És hát itt azért volt mit lekultiválni bőven. És hát ez nem is olyan nagy baj, hogy elkezdték, csak hát ugye ezek a régi emlékek így tűnnek el. Oldalból jöttem, és itt igen, itt már felszedték a sineket. Itt a bekerített részen. Meg ugye a tortlápat, meg mindent, de a Csavargyár utcánál vagyunk, és itt még megvannak a sinek eddig, de még itt is le van már kerítve, ez múltkor még nem volt. Sőt, még itt 4 évvel ezelőtt még a régi vasúti átjárós tábla is megvolt. Itt volt egy András keresztes tábla még, pont itt a Csavargyár utcánál, hogy ugye vasúti átjáró figyelmeztető tábla, és hát ez sem volt még nyáron lekerítve így, tehát itt még én simán bementem ide és néztem a sineket. Akkor, utóbb itt jártam. ugye, itt volt a, szintén valahol az András keresztes távol, de azt már leszették. Csak ugye a sínák meg itt valahol elrefele voltak, tehát ugye, ott is vannak még, szerintem itt még vannak bűtlenc sínák, meg átjárnak is megvannak csak. Ezt ki tudja miért, de ezt lekerítették, tehát lehet itt is, ide is tervez valamit az önkormányzat, vagy valaki más, de egyébként erre már jár a 15-ös busz is, ezt itt látjátok, hogy 15-ös busz jár erre. De itt is azért még a kiszedett betonaljak itt vannak. Tehát ebből csináltak itt. Amit ezeket legalábbis sorba rakták, hogy miért, azt nem tudom. A másik egy átjáróval arrébb még itt kerítés alapnak használták. De látszik, ezek még a fatiplis betonaljak, és akkor ezekkel mindig az volt a gond, hogy kirohadt belőle a fatipli, és akkor már semmi tartása nincs a csináknek, de ezt egyébként viszonylag olcsón lehet javítani, hogy cserélgetik műanyag tiplire, és ez meg már a fatiplihez képest az örök élet plusz 8 év minimum. Az gyakorlatilag 50-60 évig, az simán elmegy addig, ameddig egy átlagos betonhaj ugye használható, és simán még egy ilyen 50-60 éves betonhajakat is még, hogyha fővonalból ki is szedik, mert oda már nem jó, még mellékvonalból simán beépítik korhattalfák helyére, és még ott simán még akár évtizedekig ott van. Itt vagyunk akkor picivel odébb, itt már nyitva a kapu, és itt látszik, hogy síneket tényleg felszedték, sőt itt nem is csak egy vágány volt itt, mert ugye, itt már mentek be az iparvágány, hogy átelepekre, ugye ott is látszik egy iparvágány kapu. Ez volt egyébként a fővonal, amit itt láttok, ez itt. A többi az csak ilyen gyártelepekre kiágazó mellékvonal volt, mint például az is itt. És ugye errefele ment tovább, de sinek ma is sincsenek, és nem is megyek itt tovább, hanem a kerítésen kívül, mert ki tudja, hogy ott nincs elkerítve. És akkor ott van egy kapu, de egyébként itt tovább is van kerítés. Szerintem azért, mert itt azért egy-két működő üzem, vagy valami még van. Hát igen, ott áll bent két busz is, tehát valószínűleg itt egy... Ha nem is akkora üzemek, mint volt, mert itt volt csavargyár, meg ugye ott az a kémény is valami nagyobb gyárhoz tartozott, itt a lángépgyár volt, meg ki tudja, egy csomó üzem volt itt régebben. De ezért itt egy ipari terület volt mindig is. És hát általában úgy szokott lenni, hogyha bezár egy ilyen nagyobb üzem, akkor azért a területén több kisebb telephely, cégnek lehet telephelye, meg kisebb gyárak, ilyen szerelőműhelyek, bármi lehet itt. Na, ugye ezeket azért viszonylag olcsón meg lehet kapni ezeket a területeket. Úgyhogy hát itt is valami ilyesmi lehetett. És csak ugye hát ilyen kis cégek, meg ugye vasúton már nem szállítnak. Nem akkor túlmegbe termelnek, amiért megéri, meg érdemes lenne. Meg hát ugye itt már valaki akarna is vasúton szállítani, hát ugye nem tud, mert ugye ide visszaépíteni síneket már nem lehet. Ugye a nyomvonal egy része már beépült, azt láttátok is. Rögtön a kiágazás nem már ugye odaépül a Tesco mellé, ott már bajosan férne el. Nem megyek a járhatatlan, nem érné meg. Hókosz a lencse, azt is meg kell futszolni, meg egyébként sincs itt semmi látnivaló most még. Na, megérkeztünk akkor ismét ide a Rákospatakhoz. Másik tárgyi emlék, ami megmaradt. Na, és ugye innen jött a vasút. Hát itt az elkerített részen már semmi nem látszik belőle. Arrafele van ugye a Váci út, meg a Forgács utca. Itt vagyunk egyébként a Forgács utcai metró megállótól nem messze. És majd nem fogok most addig elmenni, de mutatok egy érdekességet. Egyébként ez a Rákospatak és ez a híd, ezen ment a vasút keresztül, ez még megvan. Hát, és ez véletlenül meg is fog maradni. Viszont, hogyha ott arrafele elnéztek, ott van az a híd, igen, tehát itt az ott a Forgács utcai metró, tehát itt az a van egy felüljáró a Váci úton, és akkor ott alatta ezt a valamit. Az a metrónak az alagútja, tehát itt a Rákospatakon a metrón az így szintben megy át, tehát igazából felette. Hát ebbe a dobozba megy a metró, amit ott láttok. Tehát most még jó egy évig még vágányzár lesz a vonalon, de akkor még aktív volt, akkor így érdemes lehet oda fölmenni. De lemenni az alján, és akkor itt a doboz alába, ha beül az ember, akkor lehet hallani az elhaladó metrókat. Hát ez egy ilyen hatalmas, nagy betonplac egyébként. És ugye ott is látszik, hogy azért metró ott megy át, ez meg itt a Rákos patakat, itt megy a Dunába. És ugye a vasút az pedig erre jött. Arra felem meg ugye van ott az új úszó aréna, ami a vizes VB-re épült. Hát én kívülre úgy néz ki, mint egy parkolóház, de az így. És ugye ott az a fehér, az pedig egy új építésű biciklis híd, aminek igazából semmi értelme nem volt azt, hogy azt odaépíteni, pláne ennyiért, amikor mondjuk itt van ez a kihasználatlan híd. Tehát itt nyugodtan lehetett volna szintén, igazából semmi más nem kellett volna a biciklis hídhoz, csak az, hogy igazából még az se, de maximum ráborítani egy-két vödör aszfaltot, hogy itt legyen, de igazából még így is teljesen rendesebb biciklis hídként működhetne. Igazából, hogyha a vonatokat elbírta, akkor a biciklit is elbírna, és itt ment volna tovább, hát ott a villanypóznál jelzik a vonalat, de arrafelé nem tudunk most menni. Úgyhogy majd itt ott arrafele fogunk kerülni. És egyébként itt azért forgalom is van, nem is kevés, de most pont át tudok menni, most nem jön semmi. És akkor itt esetleg még benézünk, de a vasút az itt ment. Nem tudom, most valaminek itt a telephelye van már, de és nyoma sincs már a vasútnak, de egyébként itt ment bent. És ott a villanypóznák jelzik a nyomvonalát, hogy merre ment, de erre majd még visszatérünk, hogyha ezt a épületet megkerültem. Mutatom minden a Duna arénát, mert innen pont jól látszik. Hát egy kinézett egyébként olyan, mint egy parkolóház, de ezt a vizes VB-re építették, és azóta van itt. Itt bejutottunk a Dagály sétány utcába, itt tudtam kijönni a legközelebb, azért nem semmi, vannak itt ezek a érdekes és különböző vegyjelek. Azt szerintem az a lítium lesz, az talán a nátrium, már nem értek el én ehhez. Kálcium vagy kálium? SO4, hát azt meg aztán végképp nem tudom micsoda. Mg azt szerintem a magnézium, CO2 az a széndioxid, azt még tudom, sportolók fája. Na hát ezt idén csinálták, ezt a kis gyalogutat ide. De mik ezek az érdekes fehér vízbaszok? Ezt nem tudom. De. Meg vannak itt különböző vegyelek a periódusos rendszerből, hát majd megfejtitek nekem, mert én nem értek a kémiához, abszolút. De itt tudok visszamenni a vasút nyomvonalára. Ugye ott háttérben látszik a villanypóznák, hát oda kell visszamenni. Akkor ismét itt ugye kellett egy nagy kerülőt csinálnom, mert itt ugye, bár ugye egész addig, ameddig azt a kerítést látjátok, be lehet jönni, viszont innen ki már nem. Mert ez itt zárva van. Viszont ugye maga a vasút meg erre ment tovább. Ezek a nyomai itt látszanak, már most pont ellenfél vagyok, de megmutatom a másik irányból is, ezek az régi oszlopok. Ezek ugyanúgy funkcionálnak, hogy most is nem oszlopok, mint a rakodóvágány miatt, ez ilyen vasúti térvilágítást tették rá. De itt is látszik ez a tipikus vasúti felsővezetéktől tartó oszlop is lehetne, de ez nem az. Hanem ez akkor is már ilyen térvilágító oszlop volt, de majd megmutatom mindjárt szemből is, igyekszem majd valahogy így megmutatni. Hogy na, egy kicsit még távolabb megyek, hogy beleférjen a képbe. De itt pont itt ezen a járdán haladt a vasút, ami most megyek. Hát itt azért ennyi megmaradt a nyomvonalból, és akkor majd mindjárt megmutatom innen. Na is, hogy itt ez az oszlop. Ami még a lámpa is ott van, tehát ez ilyen térvilágító oszlop volt mindig is. Tehát itt mentek a sinek előtte, és akkor itt... Hát itt lehet, hogy még rakodó is volt egyébként régebben, vagy valami ide, hogy világító oszlopokat raktak. Ez nem tudom miért történhetett. De itt ebből van egy pár, amit meg is hagytak, és eredeti funkciójában megmaradt. Tehát ugyanúgy világító testek vannak rajta. És ugyanúgy erre használják, hogy legyen mire a közvilágítás föltenni. És ott a háttérben még látszik kettő. Érdekesség, amit találtam, ez az utolsó még megmaradt régi vasúti lámpaoszlop. És van rajta egy ilyen kapcsolódoboz is, és nézzétek, hogy még egy konnektor is van rajta. A másik oldalán még van egy villanykapcsoló is, sőt kettő. Hát ez most nem tudom, hogy kapcsol egyáltalán valamit, kipróbáljuk. A lámpát nem kapcsolta fel. Nyilván nincs bekötve sehova, de azért jó volt kipróbálni. Ja, hát ja, nyilván, hát nincs ott bekötve sehova. De valamire születették. Na jó, hát a konnektort most nem fogom kipróbálni, van-e benne áram. Bár van nálam USB-s töltőfejtje, akár ki is tudnám próbálni, de hát hiszem, hát a lámpa nem működött, miért nem? Bár szerintem ez itt egy hirdető táblát fognak ide tenni, és ennek lesz a világítása szerintem. De ez jó, az a köztéri konnektor. Ez egy hülye faszalát, de ha még működne is. Ide járna a fél lakóterem telefon tölteni. Egyébként a vasút az errefele ment tovább, ott, hát, itt látható nyomai már nincsenek, de ott az a háttérben már az Árpád híd, és az Árpád híd alatt ment át. Úgyhogy majd megpróbálom itt követni. Szerintem a másik oldalról lehet, én úgy emlékszem, hogy ez Zsák utca, de a másik oldalról el lehet addig menni. Úgyhogy ezt is fogom tenni, mert már közel vagyunk a végéhez egyébként. Tehát az Árpád híd alatt ott át vagyunk, utána közvetlenül már ott van a Vizafogói lakótelep, innen a háttérben már látszik is, tehát ott a második villanypózna utáni 10 emeletes házak, tehát ott, amit a villanypózna mögött látok, az már a Vizafogó. Az már a Vizafogói lakótelep. Most látjuk a satú oldalra. Eddig tart a kis a fizetőparkoló szakasz, és ugye itt jöttek át az Árpád híd alatt a sinek. Ez ugye megvan, és akkor arrafele mentek tovább, hát ugye itt már beépült, ide épült egy lakópark, egy ház, és egyébként ott a háttérben ez már a Vizafogói telep, itt a lakótelepi panelházak. Mikor ezek fölépültek, itt még megvolt a vasút, sőt még itt a Vizafogói rendezőpályaudvar is megvolt. Ez úgy épült ide mellé, hogy eddig jött le. Hát ugye végszó, még a 90-es évek elején itt még a vágányok megvoltak, bár akkor már nem nagyon használták őket, tudtommal. Hanem valamikor később kezdték el itt felszedni, amikor gondolom, hogy itt ezt a területet kiadták építésének. És akkor már tényleg útban volt. De mindjárt megérkezünk a lakótelepre, vagy ugye Vizafogó volt állomás helyére. És majd ott mutatok valamit. Ami viszont ugye örvendetes, hogy valami megmaradt az egykori Vizafogói vasútból, és véletlenül még sokáig meg fog maradni. Hogy valaki gondját viseli, és még használják is aktívan. Tehát elvesztette a korábbi funkcióját, de találtak neki újat. És ez örvendetes. Na, majd mindjárt odaérünk. Ez bizony a régi Vizafogói állomás épület volt. Régen ez volt a felvételi épülete magának a teherpályaudvarnak, ami ott volt a háttérben, azt meg fogom mutatni később. De innen lehet legjobban bemutatni ezt az épületet. És ráadásul ez fel is lett újítva, de látszik rajta, hogy ez vasúti épület volt, tehát a tipikus mávos vagy vakolatdísz, azok a kerekablak a padláson, ezek a ugye, különböző ablakok. Viszont ugye ez fel lett újítva, és szerencsére használják, hát épült hozzá ez a kerítés rész, ez eredetileg nem volt. De felújították, és jelenleg több cég is lakik benne, úgymond, úgyhogy még gondját is viselik. Úgyhogy várható, ez még sokáig fel fog maradni. De hogyha jobban megnéztek, tehát itt meg tudom mutatni, van egy ilyen német cég, az OVB, ami benne van. De ugye rá is zoomolok, és akkor megmutatom. Van ez, igen. Az OVB, ez egy német cég, meg a Prointer, ja, meg két magyar van még ezek szerint benne. De hát működik, tehát lényeg, hogy az épületet jelenleg is lakják, tehát használják ilyen irodának, meg vannak, tehát ez véletlenül fenn fog maradni. Hát itt meg ugye a buszpályaudvar van a háttérben, vagy hát nem, mert a buszpályaudvar az itt volt, tehát az most ilyen az idéglenes pályaudvar aznak ott szembe, tehát ezt is építik át itt a Árpád hídi buszpályaudvar, ez csak egy tároló, ahol ugye a különböző buszokat tárolják, amikor ugye innen szoktak kiállni a pályaudvarra. a tervek, ez is egy ilyen magánterület lenne. És itt van maga az épületet van nézve. Egyébként volt már szerencsém belülről is látni ezt az épületet, de na most én nyilván bemenni nem tudok, azért ez ilyen egyszerű alkalom volt, hogy itt volt ismerős, aki itt dolgozott az OVB-nél, és akkor ő bevitt. De ezt még egyszer nem tudom megcsinálni. Azóta úgy tudom, nem is dolgozik ott, de most nem akarok hülyeséget mondani, lehet, hogy így van, de mindegy is. De egyébként hogy az OV-ből az ilyen üzletkötő valami, tehát ilyen biztosításokat, meg hasonlókat lehet ott kötni, és hogyha bejelentkeztek, mint ügyfél, akkor be tudtok menni. És nem muszáj úgymond venni is valamit, tehát végül megkötni biztosítást, hogy végighallgatott, hogy mit ajánlanak, és azt mondod, hogy hát bocsánat, nem erre gondoltam, nem érdekes, stb. Akkor végül szépen bárki be tud menni. És egyébként itt voltak régen a vágányok. Ugye hát az ilyen, látszik, hogy azért itt jó pár vágány elfér, tehát majd ez egy teherpályaudvar volt, itt szerelvényeket meg vagonokat tároltak. Ugye ez itt mind, tehát ott, ahol ez az épület van a háttérben, mert ugye, ami most mutattam a felvételi épületből, az úgymond az utcafrontja volt, tehát a vágányok felüli oldala az ez volt. Tehát, hogy itt jöttek be a, ugye, ott az épület helyén jöttek be a sinek, és akkor ugye nyilván itt több váltó is volt, és akkor tágaztak itt több felé. És ugye itt volt maga a felvételi épület, itt innen volt az, hogy akkor na nézzük, hogy akkor mi a helyzet. Itt jelentkeztek le a mozdonyvezetők, itt volt az árufelvétel, stb. És akkor egészen, hát szerintem itt ameddig ez a zöld terület van, ott egészen végig voltak a vágányok. Hát ugye nagyjából addig a házig ott szembe. És ugye, mit mondtam azért videó elején régebben, ez még a vágány az itt még tovább is vezetett, így a Esztergomi meg a Hegedűs Gyula utca mellett nagyjából. Nem volt az utcán én olyas, de valószínű, hogy nem magán az utca helyén ment, hanem mellette valahol, mert akkor az még nem volt beépülve, tehát most ott a helyén lakóházak vannak már régóta. Bejártam ezt már korábban, de itt mondtam, ott már tényleg abszolút semmi nyoma, nincsen a vasútnak, semmi. Tehát egészen a Markó utcáig el lehet menni, mondtam, itt a mostani Hegedűs Gyula utcán végig. Ott mentek a sinek, de ha valaki mégis találna bármit, tényleg akár csak egy apró kavicsot is, szóljon, de mondom, szerintem ott már semmi nincs. Egyszerűen az már annyira beépült az a környék, hogy ott aztán már végképp semmit nem fogtok találni. Úgyhogy ez a Vizafogó, ez egy szinte olyan vágány volt, amit úgymond, hogy tényleg elért a végzete, és ez a egyike azon keveseknek, amit ugye nem ok nélkül, meg ugye érdemtelenül szüntettek meg, hanem ez tényleg az volt, hogy ugye a funkciója az elveszett, ugye a Váci úton a gyárak azok megszűntek, hát hogy miért az most más kérdés, de miután ezeknek már nem volt szükség, ugye a gyárakon eltűntek, nem volt szükség a iparvágányra se. Más funkciót aki nem lehetett találni, személyszállításra vagy akármilyen nem lehetett használni. Közben ugye nyilván ugye a nyomvonal meg értékes volt és beépült, úgyhogy ez egy olyan nyomvonal, még hát ugye megszűnt, valamikor volt egy ilyen. Lehet rá ilyen videókkal, amit az emlékezni, hogy valaha itt vonat járt, de hát szerintem sokan meg már itt hogyha valakire kijönne, szétnézne, vagy akár csak kijebb, maximum ilyen nagyon ilyen vasútbarát szemmel nézve lehet észrevenni, ott feljebb csak, hogy itt valaha még vonat járt. Meg ránézve erre a felvételi épületre még, de igazából itt bárki, aki úgymond nem ismeri ennyire a vasútat, én nem venné ezt észre, mert abszolút semmi nyoma nem maradt már meg. És hát ez tényleg ilyen, amikor épült volt funkciója, azt betöltötte, utána újat nem sikerült neki találni, akkor végül is hát az ilyen vágányoké, hát úgymond, hogy hát ez a dolgok rendje, hogy ha nincs már rá szükség, akkor meg kell szüntetni. Mert csak így működik. Nagyon sok olyan vonal van, amiket érdemtelenül bontottak el, zártak be, semmisítettek meg, de ez nem azok közé tartozik. Úgyhogy nagyjából akkor ennyi is lenne, akkor ezzel a látképpel akár is tudok búcsúzni. A volt Vizafogó pályaudvar, valaha itt tehervagonok álltak, mozdonyok álltak, vonatok álltak, de ez már nagyon nem volt, ez már körülbelül egy 30 éves volt, vagy akár még régebbi. Köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek. Hogyha bármit hozzá tudtok fűzni, akkor oda alá lehet kommentelni. Lehet nyomni lájkot, dislike-ot. Sőt, hogyha valahol találkoztok velem, akkor hívjatok meg egy sörre, hogyha tetszett a videó. Hogy nagyjából van ennyi. És akkor hát köszönöm, hogy ezt megnéztétek. Várható még továbbiakban is, hogy fogok ilyen videókat csinálni. De hát azt nem tudom, mert általában ez mindig idő. Tehát az, hogy ha van mégis idejém, akkor... És általában most ez is ilyen volt, én most reggel döntöttem el, hogy terben van, akkor jöjjünk most ide, és akkor csináljuk meg ezt, de igazából ugyanúgy, ami még terben van, és közeljövőben szeretném, az a Burma. Például ott a Rákoskere keresztúron, ott a maradék, amit nem jártam be a múltkor. A Rákosszentmihályi hévvonala. Hát, ugye Burma az egybeértendő Kisburma, Nagyburma. Meg egyébként Budapesten kívül is vannak még tervek, csak hát ugye oda még nehezebb eljutni és megcsinálni a videót. Úgyhogy a közben megszélmezni. Néha nagyon föltámad, néha nagyon nem. Úgyhogy próbálok akkor inkább úgy helyezkedni, hogy ne zavarjon be a szélzaj. Meg remélem, hogy most se fejjel lefele tartom a kamerát, és akkor de hát mindegy, ezt majd utólag akkor úgyis kivágjuk, meg szerkesztjük. Úgyhogy ennyi, hát akkor sziasztok, köszönöm, hogy megnéztétek.